Kedves nézőink! Egy szakember életében mindig nagy fordulópont, amikor nyugdíjba vonul. Talán ezekben a napokban játszódik le az, amikor mint egy film lepereg egy ember aktív munkássága. Nagyon boldog lehet az a korosztály, amely egyetemi, illetve főiskolai tanulmányai után a 70-es években a magyar mezőgazdaságot választotta. Azonnal el tudott helyezkedni végzettségének megfelelő munkakörben. A szocializmus építése alatt ez az időszak volt az, amikor a magyar kormány pártprogramként tűzte ki a mezőgazdaság felvirágoztatását. Üdvözlöm Horváth József urat, aki ezekben a napokban vonult nyugdíjba. Horváth úr, egyetért az imént elhangzottakkal? Hát egyet kell, hogy értsek mindenképpen, ugyanis valóban így történt, hogy amikor a 1974-ben a diploma megszerzése előtt volt egy kiírt pályázat a Fali újságon, és lehetett választani a lehetőségek közül, és hát szerencsém volt, mert mindezt a Szegvári Puskin mezőgazdasági szövetkezetben megtaláltam és megnyertem, tehát egyet kell érteni ezzel a feltételezéssel, de nem volt, ha most visszagondolok arra, hogy 98-an végeztünk az évfolyamban, és nagy részt a régi kollégák közül szintén elmondható volt, hogy nagy biztonsággal munkahelyet találtunk, de a legközelebbi találkozókor a régi évfolyamtársak közül mintegy 50% maradt ténylegesen a szakmában. Nagyon kíváncsiak lennénk arra, hogy miért választotta a kertészeti pályát. Mindig gépész vagy építész szerettem volna lenni általános iskolás koromban, de ugye a csanyteleki behatás az nem maradt el véletlenül, sokszor mondták később is a munkahelyemen, hogy benne van a csanyi vér, ugyanis bármilyen munkáról volt szó, én szerettem kipróbálni először, akár egy kínai kelcsomagolás, fejes káposzta, több óráig ott álltam, ott dolgoztam a szavak mellett, és kíváncsi voltam, hogy hogyan lehet a munkákat elvégezni. A lényeg az, hogy csanyteleken szinte minden szomszéd, Tápai Lajos diák, Farkas bácsi, Vida Tamás bácsi, ők kertészkedtek, és akármerre mentem, mindenhol kertészeti növényekkel találkoztam, nem beszélve arra, hogy hetedikes koromban, mint bolgár kertésznél, én munkát vállaltam. Egy kis kazettákban nagyon élveztem engedni bele a vizet, bár rohadt hideg volt, de ugye nyár volt, és bírta az ember. És a továbbiakban is nagyon figyelemmel kísérték a tevékenységem, bármikor otthon voltam, akkor jöttek megbeszélni a aktuális eseményeket, mutatták a növényeket. Néha már otthon zavarta is édesanyámékat, hogy hát ezek már azonnal itt vannak, meg mentünk, mindenki mutatta maga kis növényét a melegágyi ablakok alatt, meg tehát, hogy mit tudtak elérni, azonnal kóstolja meg. Tehát ezek nagyon komoly behatások, és ez nagyon szép volt. Mesélne a főiskolai éveiről is? Igen, hát felvételt nyertem Gyöngyösön a Kertészeti Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Karán, és mint alföldi fiú a Mátra lábainál, tehát nagyon csodálatos volt a környék, nem beszélve a diákévek, azok mindig meghatározóak. Tetszett a szabadság az első időszakban, hogy nem is kell nap, nem feleltetnek minden nap, valószínű, de a zárt helyi és a fél éves vizsgákkor bizony, hát keményen kellett küzdeni, néha pár órákat aludtunk, mert mindig persze utolsó pillanatban készültünk föl a vizsgákra, tehát mondhatom, hogy nagyon nappali tagozat, azt mindenki tudja, hogy más kategória, kollégium, ott több száz diák, ott több szinten a programok, és nagyon fontos volt még a főiskolás idők alatt a gyakorló kertben végzett munka. Nagyon figyeltek korábban arra, hogy a gyakorlatban, hogy a szakemberek
akár a hatvani kísérleti kertben, akár a Mátrai úton, mindig növény közelben voltunk, és ez nagyon-nagyon tetszett. Hát a főiskolás időszakban ugye hozzátartozik az emberhez a sport, a futball, és hát nem túl sok pénzem volt másnak sem, de nekem még annyi se, és kellett keresni egy tevékenységet, és letettem a játékvezetői vizsgát, és minden hétvégén, vagy minden második hétvégén, vasárnap mentem Atkára, Babasárra, és meccseket vezettem, és én lettem a leggazdagabb hirtelen, mert hetente, két hetente volt bevételem, úgyhogy ez is nagyon szép volt, de tehát másodosztályú játékvezetői képesítést szereztem közben, és ez végül is nagyon tetszett, és még azt elmondhatom, hogy a főiskolás bajnokságban én voltam a gyöngyösi csapatnak a kapusa. Elárulná nézőinknek, hogy hol volt az első munkahelye, és hogyan került oda? Az első munkahelyem, mint elhangzott, a Szegvári Puskin mezőgazdasági szövetkezetben volt, és éppen készülve erre a műsorra elővettem a vezetőség határozatát, amikor is döntöttek arról, hogy gyakornokként alkalmaznak a Puskin szövetkezet kertészetében. Tehát a Szegvári Puskin kertészete akkor is nagyon híres volt, és mint hajtató kertész helyezkedtem el, és végül is büszke vagyok arra, hogy tudtak alkalmazni. Több olyan próba volt, ami azt jelentette, hogy megmaradok. Az akkori vezetőim is ugye tesztelték az embert, meg több olyan kis próbatétel, amikor már úgy december tájban úgy hangzottak olyan hírek, hogy Horváth Józsi itt marad. Nagyon kíváncsiak lennénk arra, hogy itt a Szegvári Puskin mezőgazdasági termelőszövetkezetben ki volt az első főnöke? Az első főnököm, gondolom, mint mindenkinek, nagyon meghatározó a későbbiekben is. Őt úgy hívták, hogy Ludányi János. Ő egy nagyon keménykező főnök volt, nagyon szerette, hogyha valaki nagyon tevékeny, mint mindenki, hogy számunkért dolgokat nem felejtett el semmit soha, mindig emlékezett arra, hogy mit beszéltünk meg, és ez nagyon meghatározó a továbbiakban. A szegvári és környékbeli emberek nagyon sokan ismerték Ludányi Jani bácsit. Köztudott, hogy egy nagyon szigorú, de melegszívű ember volt. Legendák tömkelege kering még ma is a szakmai berkekben azokról a sztorikról, amiket Jani bácsi néha rendezett. Elmondana egy-két emlékezetesebb történetet? Hát nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert valóban csúcs volt a szegvári kertészetben sok szempontból dolgozni, olyan értelemben, hogy folyamatosan jöttek a kereskedők, a primőráru, az fantasztikus volt akkor is, és lehetett látni, mikor órákig a kereskedők jöttek, ott várakoztak, és várták az árut, és amikor nagyon húzott a piac, János bátyám kiadta az intézkedést, hát nem telefonon, csak úgy, ugye szóban, hogy azonnal mindenki menjen ki, és a kettes osztályú paprikába egyes kell készíteni. Akár két osztályt is kellett fölfele, tehát nagyon mentek ezek a dolgok, minden papírt kicserélni, és tehát pillanat alatt egy osztályból akár két osztálya minőségűbbet is lehetett készíteni óriási árakkal. Tehát ezek is nagyon érdekesek voltak. Nagyon fontos volt azt tudni, hogy ott a kereskedők azonnal hozták, vitték a híreket, János bácsi napra kész volt ilyen tekintetben is. Több sztori volt, és még egyszer mondom, hogy ő nagyon szerette azt a tevékeny embert, azokat a kertészeket, akik mindent csináltak, főleg növény közelében, nem ijedtek meg a munkától, és ez rendkívül fontos volt számomra is, hogy ezt ő díjazta, netán úgy, hogy vállamra tette a kezét néha. De a lényeg az, hogy, és ezzel kapcsolatos, hogy szinte mindig volt kezdetektől fogva kis háztáji fóliám, szabadföldi területem, és ezt különösen becsülte, hogy munka előtt ott kezdtünk, munka után ott fejeztük be, netán hajnalban
mentem a Nyíregyházi piacról, hogy délután és hajnalban jelentkeztem nála, hogy meg vagyok és munkára. Ez egy óriási nagy elégtétel volt. Hát számtalan dolog, egy pár dolgot hadd mondjak. Viccesebb kedvében mondta, hogy hát elég szabad szája volt, nem fogom ezt ugyanúgy elmondani. Tudjátok róla, hogy én Szovjetunióban végeztem a marxista egyetemet. Hú, mint mondtuk, hogy óriási. Igen, ott voltam hadifogságban 4 évig, ez számomra ez volt az egyetem, ez szintén élményszámba ment, és szintén mindig volt a kertészetben nem csak hajtatás, szabadföld és káposztavágás időszaka volt, kiadta Katona Jóska bácsinak, lőjetek fácánt, nyulat, este vacsora lesz. Tehát mindenkit megvendégelt, ugye kint voltunk a földön, dolgoztak az ember vízbe, fagyba, és utána délután 2-kor, 3-kor ott volt a fácán leves, meg a nyúlpörkölt, tehát ezek nagyon érdekesek voltak, különös volt, ugye volt gyümölcsös, mindig volt a pálinka, a pincében egy külön fak, ahol a pálinka volt, vagy fönt az emeleten, egy szobában mindig volt több hektó pálinka, és ez is meghatározó volt, és volt olyan, amikor a munka csúcsán, ugye este felé, munka után megvendége, meghívta a kolléganőket egy-egy italra, aki nem fogadta el, beöntötte a póló mögé, tehát gyorsan mentek ezek a dolgok, ott nem lehetett, tehát gyorsan dönteni kellett dolgokról. Úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan sztori van, amit meg tudnék említeni, de ezek olyanok, amelyek számomra is fontosak voltak. Szegváron a Puskin TSZ-ben milyen feladatkörökkel volt megbízva? Hát végigjártam minden létráját ennek a vezetői beosztásoknak, akkor még főleg az alsóbb kategóriákat. Ez azt jelenti, hogy voltam kultúravezető, brigádvezető, ágazatvezető. Általában növények kellett foglalkozni. A Magyar Növényház az mindig paprika hajtatásról szólt, a Venló Növényház az pedig uborka hajtatás volt főleg. Tehát növényekhez kötődtek ezek a feladatok, és hát ugye más volt korábban egy-egy brigádnak egy-egy növénnyel való foglalatoskodás. Nagyon értékes növények voltak akkor, és minden egyes tőre figyelni kellett. Ezek mellett, a feladatok mellett, mint mondtam, hogy mindig volt a kertészetnek szabadföldi érdekeltsége is, ugyanis több száz hektár fűszerpaprika volt, káposzta, gyümölcsös, és a kampány munkákban, igen, jól emlékszem, hogy az almásba, a körtésbe is ki kellett menni össze, amikor zuhogott az eső, este takarítottuk be a terményt, késő estig pakoltuk le. A másik fontos, ez a fűszerpaprika szezon, amikor több ezer diák volt kint a földeken, mi is akkor ki voltunk rendelve, és 500-600 diákot kellett vezényelni, irányítani a paprika szedésben. Tehát széles körű volt, de legfőképpen növényekkel kellett foglalkozni, és ágazatvezetőnek is lehetett már hívni a végén azt a munkakört, amit be kellett tölteni. Úgy tudom, hogy 1990-ben elment dolgozni a Szentesi Árpád szövetkezetbe. Miért? Igen, ez így igaz. Makó László volt akkor az Árpád kertészetének a főkertésze. Ő megkeresett. Már korábbról ismertük egymást, ugyanis a húgával együtt végeztünk a Gyöngyösi Főiskolán, és az egyetemen egyszer összefutottunk Lacival, és ő keresett meg, ő mondta, hogy új lehetőség vár rám, vagy várna rám az Árpád kertészetében, és új feladatokat, új kihívás telepvezetőnek hívtak át, úgyhogy ilyen szempontból átgondoltam, és elég gyorsan döntésre vittem a dolgot. Mit tart az ottani pályafutásának legnagyobb eredményének? Úgy gondolom, hogy az meghatározó volt akár az Árpád kertészetében is, ugyanis
Akkor került előtérbe a talaj nélküli termesztésnek a lehetősége. Ez már a Floratonban évekkel ezelőtt megtörtént. Kint voltunk vezetők Hollandiában, és az elnök úr, dr. Csikai Miklós, Bakó László, Ledó Feri és én, és ámultunk, bámultunk Hollandiában a technológián, és általában lehajtott fejjel, vagy úgy jöttünk haza, hogy hát ezt mi nem tudjuk talán megvalósítani soha. És éppen várakoztunk a repülőtéren, és tehát fölmerült a talaj nélküli termesztésnek a lehetősége, és hát, hogy miért nem, általában cáfoltuk a dolgot. Egyszer csak úgy gondoltam egyet, és mondom az elnök úrnak, hogy hát én ezt bizony megpróbálnám. Érdekel, én mondom, állnék eléje, csináljunk meg egy házban, akár a legkisebb házban. Nagyon kíváncsi vagyok, és én ezt meg tudnám csinálni. Akkor szinte el is dőlt ez a kérdés, és utána a következő évben az új telepen már 4 hektáron álltunk át talaj nélküli termesztésre. Tehát úgy érzem, hogy ez a kis pont, jó, hát kellett hozzá támogatás, de ez megtörtént, ez, és ez a jövőt jelentette az Árpád kertészetének is. Mikor jött vissza Szegvárra dolgozni, és miért? Igen, 2006-ban április 10-én 12 óra 15 perckor megszólalt a telefonom, és Gila Gyuri hívott föl, hogy hol vagyok. Nem értettem a kérdést, hát a munkahelyemen, és mondta, hogy egy fontos dolog van, azonnal jöjjek át Szegvárra, mert a tulajdonosok szeretnének megismerni a Premier Profit Kft-nek a tulajdonosai. Fogtam magam, autóba ültem, és jöttem át Szegvárra. Ugye nem teljesen tudtam, miről van szó, és ez valóban így van. És akkor ott álltak a elnök úr, dr. Csikai Miklós, és a másik két tulajdonos úr is, és nekik kellett bemutatkoznom. És dr. Csikai Miklós elnök úr szólt nekem, hogy akkor mostantól én vagyok a Premier Profit Kft-nek az ügyvezetője. Innentől ez a feladat rám hárul, teljesen vegyem el ennek a Kft-nek az irányítását, és az Árpádhoz hasonló hű módon legyen a telep felépítve. Itt a Szegvári Premier Profit Kft-nél mik voltak a legnehezebb feladatok? Mint mondtam, hogy azon egyik percben másikra kellett ott maradni, és teljesen új elvekre felépíteni egy egységes kertészetet, akár a normáktól, akár a szervezettségtől kezdve, és ez óriási kihívás. Én megmondom nyíltan, akkor a 3-5 évben annyit kellett dolgozni, amit magam is csodálok. Amikor átvette a vezetést a Premier Profit Kft-nél, milyen körülmények voltak? Hát enyhén szólva nem árpádos viszonyokra hasonlítottak a ottani körülmények. Nagyon látszódott, hogy hiányzott a fejlesztés, a újabb beruházás. Látszódott, hogy új feladatok merülnek föl. Az ottani körülmények pillanatilag nem voltak ideálisak, az Árpád ZRT kertészetéhez nem voltak illőek, de röviden csak ennyit szerettem volna erről mondani. Milyen eredményre a legbüszkébb itt a Premier Profit Kft-nél, amely az ön munkájának köszönhetően valósult meg? Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert az embernek el kell számolnia mással, nem saját magával ezzel kapcsolatosan. Elmondhatom, hogy
beszéltünk a talaj nélküli termesztésről, beszéltünk arról, hogy a régi telepen, az ötös telepen is sikerült átalakulnunk talaj nélküli termesztésé, ott kőgyapoton voltunk, és megkaptam azt a lehetőséget a tulajdonosoktól, hogy itt más közeget kipróbáljunk, ez pedig a kókuszrost. Tehát a kókuszrostot sikerült, mint termesztő közeget bevezetni a termesztő technológiában, és erre nagyon büszke vagyok, mert ez egy természetes anyag, úgyhogy most, amikor már fölálltam, már jelenleg a szegvári telepen 9,6 hektáron volt talaj nélküli termesztés, és ez mind kókuszroston. Ez csak szakmailag, szakmai kérdésként említem meg, hogy ennek milyen előnyös tulajdonságai vannak, és nekem volt lehetőségem megtapasztalni a másik termesztő közeget is, de ez egész más, és erre igen valóban büszke vagyok. A másik fontos dolog, amit több növényt kipróbálva, több növényt nyel dolgozva, rájöttem arra, hogy egy olyan másik növényt kell még kitalálnunk, amely a Unióban, a más országokban is rendkívüli módon keresik, ez pedig a kaliforniai paprika. És ezt is, ezt a lehetőséget is megkaptam a tulajdonosoktól, hogy tehessünk be, eddig 1 hektáron, most már 1,7 hektáron van blokki paprika, ami a jövőt mutatja. Sajnos eddig az öreg házakban kellett termeszteni ezt a növényt, de a legtöbb évben nagy biztonsággal rentábilis volt, tehát komoly fedezeti összeggel tudtunk kérni ezekből a növényekből. A másik fontos dolog, amire egy kicsit büszke lehetek, ez egy kicsit vezetői feladatok, amik tartoztak rám. Volt olyan időszak, hogy nem csak a Szegvári Primer Profit Kft-nek voltam az ügyvezetője, voltam az Árpádplant Kft-nek, a Szentesi Pulyka Farm Kft-nek, az Árpád Masterplant Kft-nek. Egy időben voltam a ügyvezetője. Ez szintén komoly munkát jelentett, a pályázatokhoz kellett főleg az ügyvezetés, de ez szintén nagyon fontos, és még ha szintén elmondom, hogy ugyanebben az időszakban lehettem a Fruitweb zöldségfőbizottság elnökségi tagja, az 5 főből én voltam egy, aki a zöldségtermesztés képviselte. Szintén egy kicsit ki kell emelnem, hogy 2003-tól 2013-ig a TÉSZ igazgatóságának voltam tagja, ami azt jelenti, hogy a szegvári Primer Profit vagy a szegvári kertészetet kellett képviselnem a TÉSZ igazgatóságában. Ezek együttesen furcsán hangzanak, de ezek tények, és erre is szintén büszke vagyok, hogy viszonylag a komoly feladatokat azt tudtam teljesíteni. Ön a több évtizedes pályafutása alatt rengeteg szakmai tapasztalatot szerzett, és nagy kapcsolatrendszert épített ki. Kívánja ezt felhasználni a nyugdíjas éveiben? Igen, valóban nagy szerencsém volt abban, hogy számtalan lehetőséget kaptam, de a lehetőségekkel élni is kellett, és úgy hiszem, hogy a kertészeti termesztésben minden, amit egy ember megkaphatott, azt megkaptam, és ezt én komoly kihívásnak tekintettem, és nagyon büszkén mondom el, hogy kiváló kapcsolatba kerültem a növényekkel, és ez nagyon óriási élmény, ezt, hogy szinte minden dokumentum, ami a növényen van látható, azt az ember tudja kezelni, és bizonyos helyzetekben ezeket észre kell venni, és a változásokat a növények csodálatos módon azonnal megköszönik, és ez valóban nagyon röviden, nagyon komoly tapasztalatokat szereztem, és ez bizony nem szabad hagyni, hogy elveszem, nem is tenném, úgyhogy én regisztrált szaktanácsadó vagyok a Délkert Tésznél,
és továbbiakban is szeretném ezt a szaktanácsadást folytatni, úgyhogy ez lenne a legfőbb tevékenységem, amellett, hogy természetesen a kertészetnek a munkáját továbbra is figyelemmel kísérem. Horváth úr, jó egészséget és kellemes nyugdíjas éveket kívánunk! Köszönöm szépen, és én is köszönöm a Korcsa Televíziónak ezt a lehetőséget, hogy ezt megkaptam.